Szép estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origo Mecsek Szabolcs rádió hallgatóit, az FM 87,8 MHz-es földi sugárzásról, valamint nagy szeretettel köszöntöm az internet előtt ülőket, akik nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is bennünket a Cinke program honlapján, az Origo Ász honlapján, és szerte a nagyvilágban, akik még olyan szimpatizások, hogy veszik a bátorságot és kiteszik a rádiónkat, televíziónkat a saját honlapjukra is. Köszöntöm nagy szeretettel az Origo házba ellátogató közönséget, alkotókat, hiszen többek között itt alkotók is ülnek. És nagy-nagy szeretettel köszöntöm mai kiállítónkat, Faragó Gáborné Mérit, aki talán így ismeri jobban az internetről, aki pécsi festőművésznő, és elhozta hozzánk az alkotásait. Ennek a kis kiállításnak az apropója most abból fog állni, hogy nem én leszek itt a vallató, nem én kérdezem, hanem meglátogatott bennünket nagy örömünkre Bogdán Pap Irén, aki pécsi költő, publicista, újságíró, és még egy csomó titulusa van, mert hogy bizony-bizony sokat tett már az irodalomért, a kortárs irodalomért és az újságírásért is. Különös nagy tekintettel arra, hogy még a József Attila kutatásaiban is a részt vett, és még egy csomó mindenféle ilyen szép dolgokban. Én Bartolovics Zoltán vagyok, a Cinke program művészeti vezetője. A rádió hallgatóknak azért elmondom, hogy bátran jöjjenek el ide a pécsi Origo házba, a Komlyút 94-98-es épületében, ugyanis, mint ahogy ez lenni szokott, a mai kiállításunk is 4 hétig látható lesz, sőt, lehet, hogy egy kicsit talán még tovább is, majd attól függ, hogy Marika hogyan szeretné majd a képeit majd leszedni, de ha maradhat a következő kiállításig, akkor valószínűleg tovább. De ennek ellenére azért van állandó kiállításunk is, mint Széke Imrének a kanadai monotípia linometszet nagymesterének a kiállításait recepcionál, tehát akár idejövet, vagy pedig lefelé menet, majd azt meg lehet továbbra is látogatni. Tehát nem le kell elfelejteni azt, hogy egész évben látogatható az Origo ház munkanapokon, reggel 8 órától délután 17 óráig, tehát értelemszerűen azért délután 4-ig érdemes ideérni, hogy ezeket a kiállításokat meg is lehessen tekinteni. Aztán a mai kiállítás megnyitónk után a szokásos irodalmi esttel jelentkezünk, amire természetesen be lehet jelentkezni a Skype-on keresztül. Ezt már biztos tudják a szokásos íróink, költőink, remélem, hogy most sem hagynak cserben bennünket. És ha már egyszer irodalom lesz, akkor legyen kívánságműsor is, továbbra is várjuk azokat a kéréseket, amit teljesítettünk versek formájában. A 72-es körzet 238-888-as telefonszámon a recepción hagyhatnak üzenetet, vagy pedig írhatnak SMS-t is, amit közvetlenül itt tudunk olvasni ebbe a kis kiállítóterembe, a kis Cinke Facebookben, a 0620-515-5301-es telefonszámon. Tehát most, hogy ezeket a kötelező protokolláris dolgokat elmondtam, átadnám a szót Bogdán Pap Irénnek, és hogy köszöntse akkor Faragó Gáborné Marikát. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a kedves megjelenteket, rádióhallgatókat, és természetesen művésznőt. Faragó Gáborné Hanic Marika mindig nagyon alázatosan mondja magáról azt, hogy ő amatőr festőművésznő, ami tulajdonképpen igaz is, és ez nagyon rendjén való. Nagyon szép, hogy ő nem hivalkodik többen, mint aki, ugyanakkor ebben az amatőr társaságban nagyon szép helyet vívott ki magának. Rendkívül lelkesedéssel, szenvedéllyel alkot. Én őt talán másfél évtizede ismertem meg, hadd mondjam el, hogy az ismerettségünk és a barátságunk az édesapáink által kezdődött. Az édesapák dolgoztak valaha egy munkahelyen, sajnos Méri édesapja ez év áprilisában, a 100. évében elment közülünk. Mérikéről annyit mondanék, hogy csodálatosan van magáról. Hadd olvassam ezt el, mert az ő természet szeretete a képen is meglátszik, és ez egy gyönyörű vallomás, amit leírt magáról. Az Alföldön születtem, a szép Kőrös folyó közelében. Szívesen emlékszem vissza kisgyermekkorom tanyavilágára, mivel a természet közelsége megbűvölt egy életre. Csodálom azóta is a szépségét.
ismerősként nézegetem, mint ábrándos tínédzser koromban a felnőtt rejtelmes vonulatait, formáit, keresem, mire emlékeztetnek. Visszaidézem a hömpölygő víz körül cikázó citakötők szivárványos szépségét, imádom hallgatni a madarak csicsergéseit, még ma is figyelem a színes lepkék játékait, tágra nyitja tekintetem a tűzpiros pipacsok látványa. Sóvárgom az aranyúringó búzatáblák szélén, eltűnőben lévő búzavirágot, milyen szép koszorúkat fontunk a hajunkra. A tücskök est zenéje még mindig szép nekem, a bogarak sietős lépteit vigyázva kísérem, a pókok türelmét csodálom, a zsákmányra várva fejjel lefelé lógva élik át az életüket, miközben gondosan megszőtt hálójukra gyöngysort varázsol a reggeli harmat. Mi is szép, mikor megcsillan rajtuk a felkelő napsugara, elbűvölő látvány. Mindig szerettem mezitláva harmatos fűben lépkedni, meg a nyári záhod után langyos pocsolyákban totyogni, meg a szivárványra rácsodálkozni. Jó volt a frissen hullott hóba Jézuskát nyomtatni. Ez mind a múlté, de nekem lelkem gazdagságát jelentették, amit hűen őrzök emlékemben. Próbálok belőlük táplálkozni, romantikázom, mert sajnos a csodás természet is károsodott visszahozhatatlanul. Azt hiszem, hogy ez az önvallomás, ez a természet szeretete, ami gyermekkorodban belül ivódott, ez elkísért egy életen át, ebből táplálkozol, és ez látszik a képeiden is, ugye Méri? Igen, tulajdonképpen én gyerekkorom óta szeretem a természet közelségét, és én úgy érzem, még közelem? Én úgy érzem, hogy ezt nem lehet levetkőzni, ez szerintem ez végig kísér, hiszen most is a képeimet is legtöbbet úgy szoktam alkotni, hogy én ha nem tehetem azt, hogy plénert a helyszínen, akkor kinézem magamnak a jelenséget, a természeti jelenséget, lefotózom, és hát ugye, amikor időm van, akkor előveszem a technikáimat, és akkor eldöntöm melyiket milyen technikával, és akkor megpróbálom beletenni az én kis akkori hangulatot, amikor elfotóztam, mert azért az fontos, hogy az délelőtt volt, délután volt, vagy éppen naplemente volt, szóval ezeket mind azért rögzítem, mikor a fotót készítem. Én azt hiszem, hogy ez másnál is igaz, mert hogyha jól meggondoljuk, akkor a nap járás elég gyors. Egy óra alatt már teljesen más képet mutat. Tehát akkor azért próbálom segítségül hívni a fotót. Szerintem az nem szégyen. Próbáljuk egy kicsit végigfutni az életeden, úgy nagy vonalakban, vázlatosan. Végül is gyerekkorodban már a rajztanárnőd láttad, nagyon szépen rajzolsz, de igazából sokkal később kezdett kibontakozni, akkor volt rá időd, lehetőséged. Hogy is volt ez? Mesélj valamit erről? Valóban. Hát teljesen nyugdíjas koromban. Uh-huh. Már akkor elváltam, és... Egyre dolgozott egy élet után. Igen, nagyon hűséges voltam az egészségükhez. És a nyugdíjba mentem, és hát abban az időpont el is vártam, és na, akkor kicsit több idő jutott az életemre. Hogy kezdődött? Jártál szakkörökre? És akkor megmondom az igazat, hogy az első képemet úgy készítettem, hogy a nővéremnél laktam átmenetileg, mikor elváltam, és a nőklapján járt neki, és híreségek voltak, és Tom Cruise kék szeme szugerálta a kezembe a grafikot, a ceruzát. És akkor én elkezdtem, akkor minden korrekció nélkül, én ahogy úgy gondoltam, mint egy jobb agyfértek, és ugye elkezdem földről, lehaladok lefelé, és akkor kialakult a portré. És az még mindig megvan, úgyhogy látomat is érzem látta. Az volt az első. És később gondoltam meg, látták a közelembe, a jó szándékos ismerősök, testvérek, stb. És mondták, keressek egy jó rajztanárt. És így alakult, hogy Szakásné Kozári Piroskát, belvásárkába tanítónő, de ő festőnő, írónő és rajztanár is. És akkor az ő csoportjába jártam. Hát megmondom, hogy szintén elég kézavosan, mert ugye a szüleimnek magamhoz vettem, és azért az megszabja a szabadidőmet, de igyekszem. Amikor csak tudok, akkor megyek, mert szeretem a közösséget, a közösségi alkotást. És hát azért most elég sokszor magányosan, de azért próbálkozom, hogy többiekkel lépést tartok. Ez volt
ugye az értékelő művészeti alkotócsoport, aztán volt egy másik csoport is, tudtam valahova te jártál. Igen, a Mikia Gábor szobrász, fiatal szobrászművésznek a csoportjával, akik azóta nevet változtattak most a Mecseki alkotótábor, vagy nem is tudom most éppen a nevük. Hát onnan végleg leszakadtam, mert mindenhol, ha hetente egyszer illene megjelenni, de hát erre nekem nincs időm, úgyhogy nagyon ritkán, de azért a Pöröskáik csoportjába járok. Ott rengeteget portrézunk, és azt bent lehet csinálni. Hát a portré egy nem könnyű műfaj, annál is inkább, hogy rengeteg gyakorlat kell hozzá. Ugye próbálkozzon meg egy olyan, akinek nincs tehetsége, élethülye lerajzolni valakit, az arcot nem olyan könnyű megformálni, az arányokat pontosan megrajzolni, talán ezt tudják a legkevesebben. Most ide miket hoztál még? Igen, azt most ide nem hoztam portrékat, mert nagyjából emlékeztem, hogy körülbelül hány képtél, és most ide portrét nem hoztam, nem csendéletet, de mivel aktualitása a Karácsony táján a templomokat hoztam ide, és meg ilyen természeti képeket. Volt már sok kiállításod, mesélj erről valamit, hogy is kezdted, milyen kiállításokkal, merre felé voltál? Voltam a csoporttal is több helyen, sőt a csoporttal vidéken voltunk ilyen alkotórajztáborban. Hát az nagyon az fantasztikus élmény, azt mindenkinek ajánlom. És hát akkor mindig, amit tudom, egy pár napos vagy egy hetes volt, akkor mindig csináltunk az ott alkotott képekből kiállítást, rögtönzett kiállítást, és akkor voltam, akkor gyarapodtak a képeim, akkor már több önálló kiállításom is volt. Mivel a párom Barcsi, a Barcsi Múzeumos meghívott, na, ott az fantasztikus, szenzációs élmény volt, mert annyian voltak november évén, hogy azt hiszem, hogy nem félünk be a múzeum, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Televízió is ott volt? Sokan ott van, igen, ott is. És hát akkor tényleg minden volt, portré, csendélet, mert nagyon terem önmagamnak, szóval többet tudtam oda elvinni, meg ez egy Barcsi bemutatkozás volt, ugye? Igen, Barcsi, de azon kívül volt nekem a Barcsi önkormányzatnak van egy ilyen szociális otthonnak van egy ilyen hatalmas étterme, és ott is volt egy kiállításom, tehát Barcsa már kétszer volt. Azon kívül voltam Pécset a galéria, a milyen galéria? ANK? Civil közösségi háza? A Gyöngyszem, a Gyöngyszem, nagyon megköszönöm nekik is, hogy itt vannak. Kedves tulajdonosok. A Zsuzsi meg a hűségesen, igen. Sajnos a Gyöngyszem galéria megszűnt. Ez nagyon kedvelt belvárosi galéria volt, és tényleg sok, mert ott rengeteget, nem csak azzal foglalkoztak, de rengeteg művét bemutattak. És tényleg nagyon aranyosok, mert műszeretők mindig eljönnek a kiállításokra, úgyhogy most még egyszer megköszönöm nekik. Ott is voltunk, csoportosan is. Én azt hiszem, ott önálló kiállításom nem volt. De volt a nevelési központban, az ANK-ban, így szoktuk Apácsai Csere János rövidítve. És ott voltam önállóan is, de az Irénkével is, Tevelen is. Igen. Voltunk, amikor nagyon klassz volt, mert jól összehangoltuk a képeket a írományaiddal, úgyhogy jó kis közös munka volt, és kaptunk egy dicséretet. Igen, nagyon szép volt a megnyitó, az igazgatónő nagyon jól felkészült mindkettőnkből, és az embereknek is tetszett az, hogy az írások tematikusan igazodtak az alkotásokhoz, a képekhez, úgyhogy tényleg ez egy közös élményünk volt, de hát azon kívül is volt neked még nagyon sok más kiállítás, Amariget, Selje, ezekről is mesél valami. Igen, a Pécsi, még volt a Pécsi ház, ingatlanok volt egy ilyen irodahelyisége, nagyon alaposak voltak, mert mondták, hogy kicsit szebbé varázsolják a csupasz falakat, meg jobban bevonzza az embereket, és valóban. A vendégkönyvben tényleg értek sokan, hogy ők tulajdonképpen ingatlan miatt jöttek be, de nagyon örülnek ennek, és aranyos sorokat írtak a vendégkönyvben, amit tényleg örömmel olvastam. Aztán Pécset hol volt még? Civil közösségek házában. Azt mondtam, a civil közösségek házában. Nevelési központban még egyszer volt. És
Hát a belvárosi iskolában ott többször volt a csoporttal, aztán volt még egy iskola, a helyi középiskolában, az a Komorok volt, és volt vidéken is. Most akkor felsoroljam. Majs, Bacs, Villány, Csesznek, Adaligeten. Siklós? Hát az értem, nem, hát nem. Siklós. Nem, Bégyánban is volt, azt mondtam? Igen. Horkányban is, köszönöm a segítséget. Nem tudják. A közönség is nagyon jól tudja, tehát hűségesek Mérihez. Volt pályázat is, verseny is, ahol te részt, egy komoly versenyen, szép eredményt értél el. Budapesten is valóban. Igen. Német, magyar nyelv középiskola is meghívott, nagyon örültem neki interneten keresztül, mert tagja vagyok egy hatalmas amatőr csoport, festő csoportnak, ahol már, én már nem is tudom, hol tartanak, hogy 2000 fölött, ha nem több. Tehát több, nagyon sokan vannak már, de lényeg az, hogy ott válogatás volt, és nagyon örülök neki, mert a Kadinti szalomban volt egy válogatás, és ott bejutottam három képen, vagy négyen, nem pontosan nem tudom, de ott már többször, tehát már kétszer voltunk ezzel a csoporttal, és... Melyek voltak ezek a képeid? Hát ez most jó kérdés, mert én külön írogatom, de most, hogy hirtelen nem tudom megmondani most, de volt egy olyan, hogy most ez nincs itt, egy meglepetés pályázat, és a Piker Tolen emlékére csináltam egy pasztelképet, ahol a két ikertorony között megy le a nap, és egy vörös, egész vörös lemenő napostet alkonya, tehát magyarul lealkonult szegény ikertoronynak, és elég homályosan az előteret, hangsúlyozva az ikertoronyt, és az is bejutott. Nem tudom, most mire vagy még kíváncsi. Nagyon sok mindenre, nem csak én, hanem szerintem a hallgatók és a közönség is, de én arra gondoltam, hogy színesítsük egy kicsikét ezt a bemutatkozást. Egy verssel. Jóska. Lénárd Józsefet megkérjük, mondja rá egy között. Lénárd József a Pécsi életműdíjas költőt fölkértük arra, de nem nagyon kellett kérni sem, hiszen nagy tisztelője Faragó Gábor és Mérinek, és elhozta közénk néhány versét. Reméljük, hogy ugyanolyan nagy szeretettel fogadja a hallgatóság, mint ahogyan a szokásos irodalmi esténken szokta, hiszen többször szerepelő kiállításokon is és irodalmi esténken is. Halljuk akkor az ő versét. Csodálatosak a képek, és hát a Mérinek a művészete az lenyűgöző. Címe versemnek: Látni a szépet. A palettán régóta festék gödröt ödört a sokszínes ecset mozdulat. Megfogtak minden fényárnyék ördögöt, ahogy színező vágyakban táncoltak. Láttam a mozdulást, festékek mögött nedves szaladásban, ahogy száradta. Belülről a csönd vágyakat örökölt, festeni erdőt, mediterrán életet, kutatott tájakat, házakat, s az árnyék a képek apró részlete. Alkotó kezén festékverítékek, tapadva úsztak múltból a jelenbe, kigombolt fények ballagó templomsor, simogató szellő, minden átkarol. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Lénárd Józsefnek ezt a szép verset, azt hiszem nagyon passzolt ez a kiállításhoz. Remélem, hogy még tartogat a tarsójában egy-két ilyen meglepetés költeményt. Bocsánat, hogy egy kicsit belovatkozom, de vissza kell térnem a bemutatkozáshoz, mert hogy annyira gyönyörű, lélekemelő volt ez a bemutatkozás, amit mostanában nem hallottam kiállítás megnyitókon, vagy egyéb olyan bemutatkozáson, amit mondjuk alkotók hoztak ide közénk. Nem beszéltél itt még egyelőre a technikákról, de úgy látom, hogy a technikák mellett biztos szóba fog jönni. Nagyon jól bánsz a tollal is.
Tehát, hogy azt mondod, hogy te festő vagy, vagy festőnek valod magad, akkor miért nem valod magad irodalmárnak is, hogyha egyszer ilyen jól használod a szavakat? Zoli, most megfogtál, mert én ezt titokba tartom, de interneten, vagy hát inkább csak mondjuk, hogy azt még nem tettem közé, nem is szeretném a lelkük, hogy bárki is esetleg kritikus megnézze, vagy elolvassa. Én írok egy, a számítógépen írok egy memoárt. Tehát ugye visszaemlékezésénk címmel a anyukám, tehát a generációja, a mi generációja, meg majd a gyerekek. Tehát ilyen párhuzamot szeretnék, hogy mi volt régen, és az, hogy van én koromban, és hogy mi lesz a követ. Tehát egy ilyen érdekes párhuzamos dolgot szeretnék. Meg az, hogy én ezeket a sorokat, én, ez spontán jött magamtól. Én nem tudom, hogy van-e ilyen vénám, de én meg nem is vagyok igazán festő, én csak amatőr vagyok. Igazán. De el is küldted, ha jól tudom, ezt az írásodat, és valami eredményt is értél el vele. Igen, ez lett volna a következő kérdésem nekem is, hogy meséld el, ha nem titok. Ja, hát, ha már kiugrottam a bokorból, akkor elmondom, hogy volt az unokahúgom, aki Amerikában él, ő hívta fel a figyelmet, hogy van egy pályázat a Szociális Minisztériumnak, azt hiszem, hogy hogyan őriztik meg címmel, aki legalább 40 éve volt házas már, vagyis hát még házas, azoknak az életét. Tehát a cím tartalmazza az, hogy hogyan őriztik meg, hát nyilván ezt kellett megfogalmazni 10 oldalba, meg volt szabva, hogy sor között milyen méretű betűk, tehát nagyon rövid volt, és az anyukáink meg 73 éves házasok voltak akkor, amikor mi ezt leültünk, és én elkezdtem írogatni, tehát ő mondta a tényeket, én nem fogalmaztam, és beküldtük, és nyertünk, és igaz, hogy 40 ezer forintból még levontak, de az is valami. És akkor ráadásul utána fölkértek rá, és nyugtatásra is megjelent egy könyvbe, ahol beválogattak, mit tudom én, 10-et azt hiszem, és köztük voltunk, elsőnek ott vagyunk az oldalon. Úgyhogy beleesett. Hát egyébként az anyukáméknak tényleg olyan életük volt, hogy ha ezt, ha bárki elolvassa, nem hiszik el, hogy ilyen volt. Sajnos, hogy ez volt. Úgyhogy hát valóban ez köszönöm, hogy szóltam, én ilyeneket elfelejtek szerénységből, nem is mondanám, de jó. Sőt, folytatod is ezt az írást. Hát mondom, ez ilyen magamba folytatódik egy kicsit, amikor időm van rá egy kicsit, lezárult akkor... ez a házasság, beküldted, viszont édesanyád elmeséli az életét. Ja, anyukámat rábeszéltem, most folyamatosan rábeszélem, hogy mindig, amikor van egy kis ideje, akkor neked van ideje. Sem. Akkor írtattam, tol, minden van már, csak elő kell szedni, de nagyon-nagyon-nagyon friss szerencsére szellemileg, úgyhogy írogatja, mindig mutatja nekem, hogy hány oldalt ér, de 5000 elolvasa, hogy jól érte, elmondtam, úgyse úgy jelenik meg anyukám, csak mondja a témát, és majd összehozzuk. Úgyhogy rábeszéltem, hogy 92. ide van, igen, az anyukám. Igen. És ez hát Isten éltesse akkor minden is. Igen, hát köszönjük szépen, és reméljük, hogy továbbra is így folytatod, hiszen akinek a lelke gyönyörű, és az ki tudja fejezni magát ilyen szép szavakban, mint amit én fel is olvastam róla, annak a lelke kitükröződik a képeibe is, mert ez nem olyan egyszerű dolog. Próbálnám meg én mondjuk, egyáltalán nem értek hozzá, mi nagyon sokan vagyunk így, de ehhez kell. Tehát sok tudás. Honnan szerezted ezt a tudást? Milyen technikákat alkalmazol? Honnan veszed azt, hogy ugye a festészet is egy hatalmas tárháza van, hatalmas múltja van, nagyon nagy tudás kell hozzá, hogy most akvarell, vagy olaj, vagy milyen eszközöket, honnan tanulsz? Mert tanulsz is közben. Igen, igen. Ez jó kérdés. Tulajdonképpen sokszor tényleg a kép határozza meg a technikát. Mert rá kell érezni, most ezt most meg szeretném festeni, de akkor mi is kell hozzá. Tehát nem úgy van, mint hogyha valaki leül és azt mondja, most eszembe jutott, két sor leírom. Hanem sokszor, most nem túlzok, de hetekig kínoldok egy képet, hogy hogy is csináljam. És amikor már belelovalom magam, és azt mondom, hogy na most ezt megcsinálom, akkor viszont úgy szeretem csinálni, hogy megszűnik a világ körülöttem. És csak én vagyok is alkotok. Tehát ez tényleg így megy. És hát a technikák. Az olaj, az egy kicsit lassú technika, az én nem használok szikatot, úgyhogy én várom, még az dolgozik, és mindig úgy csinálom, hogy amikor már körülbelül meg az idő engedi, akkor újra leolajozom, és újra akkor
folytatom. Tehát az lassú folyamat, a pasztel az szerintem az órák kérdése is lehet, vagy hogyha nem olyan, én mindig kitámasztom magamnak, és akkor többször napokig elmegyek arra, akkor mindig javítok rá egy kicsit ezt remélni. Tehát ezek mind ilyenek, hogy na, mondjuk az akvarell az olyan, hogyha egyszer letette az ember azt az ecsetet, azt már nem szabad, meg már nem is lehet még változtatni. Tehát az akvarell szerintem a legnehezebb technika, nem tudom ki osztja a véleménye, de lehet, hogy legolcsóbbnak tűnik, de legnehezebb technika, ez biztos. Pasztel az egy nagyon szépen varázsolható és maszatolható, igazából nem sokat lehet keverni, ott is figyelni kell, hogy mire teszünk. De hogy mire dolgozol, milyen papírra, az is meghatároz a végeredményt. Úgyhogy én is nagyon megjelent. Milyen ide is dolgoztál te már? Jó, az egy nagyon jó élmény. Kettőt is már, vagy körülbelül két olyan képen van. Papír. Így van. A régi, minek is Mérvinek hívták régen, dős papír, igen. Hát pasztellal. És úgy, hogy próbálkoztam én papír darabba, ott maradt, nem jó. Akkor van nekem ilyen műanyag, amivel lehet maszatolni, az se jó. Na, maradt az ujjam. Na, de olyan lukokat dolgoztam az ujjammal, a smirgiden, hát de cél volt, muszáj volt, hogy valahogy bele dolgozom, a testem már egy étőbe lement a pasztel. És az is olyan, hogy a pasztel vagy a smirgiden, ha mondjuk én egy ilyen dupla portrét csináltam, meg egy, azt hiszem, napraforgókat, és ott is olyan, hogy a napraforgó nem annyira, de az arcoknál oda kellett figyelni, hogy hol teszem azt a vonalat, úgyhogy megdolgoztam érte. De még azt nem lehet elhozni, mert na mindegy, majd megközel. Tudnál néhány nevet mondani, hogy kiket alkottál a portrélak? Hát legtöbbet én szeretem a hírességeket figyelni. Van nekem otthon egy olyan hírességek tablója, úgymond én magam neveztem el. Hát azon van Tom Cruise. A Tom Cruise azért is említem, mert azokat nem beszéltünk még róla, ugye? De mondtuk, az első volt. Ő volt az első, igen. Aztán jöttek sorba, hát most Zorántól kezdve a Jimmy-ig. Pálma Zsoltot is, igen, a doktor pálmesterünk. A polgármesterünk, igen, arról kettőt is. Hát jöttek ezek a reklámok, mondom, milyen jó fej. Megörökítem a utókornak, hát is úgy is ismerik. Akkor nem, a professzor úr, ugye, futolászoltál? Azt én nem. Azt nem volt a főnök? Azt még nem. Akkor kit még? József Attila? Hát a volt főnökömet, Olajjal, de azt neki is ajánlotta, szóval meg is kapta ajándékba. És hát tényleg sok van, de híresége írókat, költőket, meg ilyeneket én többet. De most azt egyszer majd arra is sor kerítünk, hogy sorba vagyjuk őket. Hát gondolom, hogy hiába is kérdezném, hogy hány képet alkottál. Összeszámoltad egyáltalán? Igen, valahol írogattam egyszer, már csak azért is, hogy tudjam, hogy hova került, mert leírom, hogy milyen, mit tudom, hogy milyen technikával, milyen címmel, meg hát is minden képnek nagyjából címet adok, és hogy hát megmondom őszintén, a legjobb képei már gazdára találtak, vagy ajándékba, vagy elvitték, és hát akkor odaírom, mégis hova került. Erre felé kerültek, mondd el? Hát rakonok az ismerősökhez van Ausztráliában is, van Amerikában, van Angliában, éppen Németországban, azt hiszem, ott is van egy, és hát nem Magyarországon, sok helyen rakonoknál, meg ismerősöknél szó. Igen, és a technikákról azért még valamit, mert azért igen. Most egy kicsit keveset mondtál. Igen. Tehát a gyakorlatokról, a próbálkozásokról. Ja, igen, tudom, hogy a célzol. Igen, az, hogy azon kívül, hogy a csoportomhoz néha jutok, azon kívül én imádom a számítógépen azt, hogy elbarangolok és figyelem a videókat, a nagyokat, ugye, hogy azokat csinálták, meg most kortárs festőkre gondolok is, azok között, szóval azokra is. És minden technikát, az akvarell, de olyan ám, hogy én akkor az anyukám mennyit jelent, hogy mi van, épél, ami mindig nem feküdtél. Egyszerűen nem veszem észre az időt, úgy megy az idő, és figyelem, angolul vannak ugyan, de én most nem szégyen árulom, de még a videóról van szó, leállítom, lefordítom, ha valahol megakadok, veszem a szótárt, és figyelem. Mert ugyan ott mindent mondanak, hogy milyen szint, mivel kever, így is lehet tanulni. És ez az egyik, a másik meg az, hogy
csoporttársaimmal is a neten, azért nagyjából van kapcsolatom. A másik meg a könyvtár, otthon is vannak könyveim, én ezeket szeretem, hogyha valamit csinálok, jó, tudom, nagyon sok képen, mert biztos lehetnék jó, meg örülök, ha kapok negatív, olyan értemben negatív, ami építő jellegű kritikát, mert az ember nem tökéletes, és semmi, senki, ezt tudom én is, nem tökéletes. Tehát én várom is, hogyha valaki véleményt érez, kérjenek, hogy miért úgy gondolta, és megköszönöm. És azt hiszem, hogy nagyjából ez volt az, amit a könyvtára lett, és a társadalmi. Rengeteg festészeti könyved van otthon, rengeteg festészetről szól. Gondolom, azokat is átolvasott, tanulmányozott, hogy alkottak a régiek, milyen volt a színkeverésük, milyen arányokat használtak. Be lehet-e vajon téged sorolni, hogy magad besoroltad-e valami irányzat fél éve, vagy miket próbáltál ki ezek közül? Ez jó kérdés. Én úgy gondolom, nem tudom, hogy ki, hogy gondolja, hogy látja. Én egy reál alkotónak érzem magam, és kicsit romantikusnak. Most az, hogy vannak témák, amiket tényt azért választok, hogy ez megkapott, és ez, nem tudom, milyen egy naplemente. Például van olyan, most már annyi naplementén van, meg ilyen hasonló képen, de elég sok gradába talál, de azért már egyszer összeszedem is, csak egy naplementés kiállítást. Már elég sok mondanán is meg. De, ja, meg olyan, hogy az interneten van a csoportok, tehát a különböző csoportok vannak, és most például verseny van, hát nem versenyszerűen, de a templom ábrázolás kortárs művészetben címmel. Egy párat föltettem, örülök a visszajelzéseknek. December 31-e zárul a határidő, azt hiszem. Még egy párat fel szeretnék tenni, de most nem azért, hogy versenyezek, csak azért hogy megmérettessél. Ahogy itt megszámoltam, 7 templomot ábrázoltál. Melyek ezek a templomok? Merre jártál? Ez legtöbb, itt a környék Baranya és Pécs. Majson jártam, Villány, Bérján, Vasas, Pécs dom, ez az alakert. Akkor a Kármelita templom, Pogány, a Tazsmahelnek van egy ilyen sziluett, egy alkonyati sziluett, ami csak itt van, de van még otthon is. Van éjjeli dzsámi képem is, meg ilyesmi, szóval azért próbálkozom. De hát most idejem is fért több, de meg nem is akartam túlzsúfolni. Már itt beszéltünk az Alival, hogy több is elfért volna. Bocsánat, de itt szóba került a romantika, meg a tanulás. Én azt mondom, hogy ezt a kis párbeszédet törjük meg egy kis romantikus verssel, méghozzá Lénár József tanításában, és hallgassunk meg is még tőle egy verset. Ahogy elnéztem ezeket a gyönyörű fehér keretes tájképeket, elsősorban az jutott eszembe, hogy a térbeli ábrázolásuk mind tökéletes. Hát az egyik egy kicsit őszies, a másik kicsit tavaszias. De nekem erről a következő jutott eszembe. Egy őszi táj. A rövidült tájban összeborulnak a fák. Búcsút hajladoznak az elszaladt nyárnak. Hulló levelekből szoknyás szél fodrának, szétszakadt lengéje, nevető bocsolyák. Szellő mozdulásban, mintha manók tolnák vízfodrát a tóban. Partján itt-ott állnak ágbogas fák, s remegő ágak kapaszkodó szélben magukat még tartják. Árva lett a tájnak minden pillanata. Az alkotó lelke küzdő valóság, már színkeverésben új utakat keres, minden olyan egyszerű és engedelmes. Nincs darás, dongás, temet a természet. Szélsöpörte avar, s benne az egészet. Nagyon szépen köszönjük Rózsinek a verset, ami szintén ideillő volt, mintha direkt ezekről a képekről írta volna. Akkor
még néhány gondolattal folytatnánk. Azt hiszem, hogy a lényeges dolgokat már mind megkérdeztem Méritől, mert tulajdonképpen a lényeg mindig az alkotásban van, mindig a magánban van, én úgy érzem. Egy művész akkor tud igazán alkotni, ha el tud egy kicsit vonulni. Vagy a természetbe, vagy a szobájába. És ahogy Méri elmondta már, az ő alkotó módszere az, hogy ő lefényképezi. Lefényképezi a szemével is, a lelkével is, de a fényképet is hazaviszi. Na most ezt lehet vitatni, van akinek nem tetszik ez a módszer, van akinek tetszik, ő így tudja kihozni magából a maximumot, tehát ez a jó, ahogy ő érzi. Igaz, Méri? Gondolom, te is így vagy ezzel. Hát mondtam, hogy vannak itt pléner képeim, tehát, de attól függetlenül ezek legtöbbje olyan, hogy én az utólag még egy kicsit tettem hozzá, ismerje a fényviszonyokat, hogy akkor ide még egy kis csillagás, stb. Stb. De tényleg nem rossz az a fotós módszer, mert sokszor az ember valamit elnéz, vagy valami, akkor azt tudja utólag nézni, hogy hoppá, nem vettem elég figyelmet, akkor most igen, korrigál. Tehát én szerintem, miért? Hát, hogyha néztem a videókat, nagyon sokan úgy tanítanak. Oda teszek egy fotót elé és csináld. Tehát ezért az meg, hogy én lefotózom és ott voltam, az, ez egy plusz. Plusz. Tudom azt, hogy milyen fényviszony volt, tudom azt, hogy milyen színek voltak, milyen évszak volt, stb. Már bocsánat, de én úgy gondolom, hogy ez nem szégyen. Egyáltalán nem, hogyha te itt tudod, ahogy említettem, is magadból kihozni a maximumot, a legszebbet, a jóra való törekvést, akkor így legyen. Én azt hiszem, hogy minden fontos és lényeges dolgot elmondtunk itt az alkotóról. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok a rádiótól a nézőközönség, és átadom a szót Zoltánnak, hogy lezárja ezt a beszélgetést. Még mielőtt lezárnám, nekem feltűnt, nem tudom mennyire volt ez tudatos nálad, ez a mai kiállításnak a berendezése. Az, hogy az egyik oldalon természeti képek, tájképek, a másik felén templom, sorakoznak templomok, mégis azt látom, hogy találkoznak ezek a dolgok, mert hogy csupa víz, természet csupa víz, a másik felén templom, de mégis a Taj Mahal a hátterében ott a víz, tehát hogyha azt nézem, akkor szinte egy körforgással összeérnek a képek ebben a teremben. Ez direkt volt ez a választás, vagy csak egy véletlen egybeesés, hogy pont így jött ki a lépés. És a képek gyönyörűek, mégis azt mondom, hogy a gyönyörű képek mellett egy kicsit talán komor és szomorúak. Függetlenül attól, hogy gazdag színválasztékot használsz. A szomorúságot abban látom, hogy magányosak a képek. Mint ahogy Irénke is mondta, hogy az alkotó általában magányos. Na, ezt most nem tudom, minek szántad. De húzós kérdés. Semmi behúzás. Egyszerűen csak megjegyeztem, hogy összeérnek a képek, tehát ölelkeznek itt a képek a két sorban, és azt tetszett nekem. Ezért kérdeztem, hogy tudatos volt ez a választás, vagy csak véletlen az, hogy mondjuk a képek sorolkozásában pont a Taj Mahal vize, és aztán ugye az is már egy imahely, egy templom, egy kegyhely, és akkor ugye szépen itt sorakoznak a templomok. A templomok valóban tudatosak voltak, mert gondoltam, hogy egy aktualitását éli most talán a karácsony, meg mindezben többen mennek templomba. Én csak úgy gondoltam, hogy mindegy csendes várakozás. Igen. Talán akkor ezért nem is kellenek a portrék, úgy gondoltad, a mai este? Igen. Meg nem akartam ennyire szépen levonni ezt a kiállítást, mert mondom, hogy elég nagyméretű olajképek vannak, és bocsánat, hát itt meg itt, mivel a templomokat, akkor nem akartam belúfítani a portékat, és ez tényleg vagy egy másik kiáltás. A képeidet megrajzolod előbb, vagy pedig rögtön festeni állsz neki? Én most úgy vettem magam észre, hogy nem rajzolom elő, hanem bemérem, hogy mit tovább, és akkor azokat a vázakat és utána dolgok van. Tehát Nem rajzolni kell. A portrénál is? Azonnal fested? A portrénál, ha a technika olyan, akkor nem kell ezzel előrajzolni. Csak no, hát nem értek hozzá, tehát én maximum csak gyönyörködni tudok a képekben. Tehát. Nem, hát ugye most már utána néztem az arányoknak, hiszen jócskán vele dolgoztam magam, akkor tudom azt, hogy milyen beállítása, mondjuk azt neki, mi válogatjuk meg, hogy milyen beállítása, fél profil, vagy teljesen szembe. És akkor én azt bemérem, és utána bevázolom, és utána dolgozok, mert idő sincs olyan sok,
egy modell nem sokáig szeret egy helyből nincs, hogyha már elmondul, akkor nagyon nehéz ugyanúgy beállítani, ezt egy picit kis mozdulatnál máshogy a szemállással, a száj, főleg ha beszéltetik az olajnt, a portiolajnt. Megismerhettük most a kiállítás során a tájképeidet, megismerhettük egy csendes áhítatot a másik oldalon, a templomokat. Remélem, hogy találkozhatunk majd a portréba is itt a Zoligo házban, remélem, hogy el fogod hozni a jövőben. Hát az, hogy most a jövő, az közel jövő, a távol jövő, azt most egyelőre ugye még korán lenne erről beszélgetni, hiszen még örülünk ennek a mostani kiállításnak, amit elhoztál. És remélem, hogy a rádió hallgatók, akik most ülnek otthon és hallgatják az FM 87,8 ezeren, ugye az Zoligo ház, Mecsek Szabolcs rádiót, azok veszik a fáradtságot és ellátogatnak itt a Komlyuk 94-98-as épületében, az Zoligo házban. Hiszen, mint mondtam, ugye reggel 8-tól délután 5 óráig látogatható munkanapok van ez a kiállítás. Minimum egy hónapig biztos, hogy látogatható lesz valószínűleg, de már értelmeszerűen közbe esik a karácsony. Tehát akkor, amikor a Zoligo az nyitva van, bátran jöjjenek el. Nem tudom, hogy a rádióhallgatók mennyire tudták követni így a palettát, ahogyan itt most belet mutatva. Szerintem eléggé képlékeny volt, eléggé jól átadtad a képeidnek a dolgait. Úgyhogy azok, akik meg otthon látták az interneten keresztül, vagy látják az adást, azok meg biztos, hogy többet tudnak hozzátenni. Ha esetleg bárkinek lenne még kérdése ebben a témában, akkor nyugodtan föltehetni a 238-888-as telefonszámon, 72-es körzeten, vagy írhat SMS-t a 0620-515-5301-es telefonszámra. De hát, mint mondtam, ugye a Skype-on keresztül is várjuk érdeklődésüket, akár a kiállítás kapcsán, akár bármilyen cinket program kapcsán. Egyszerűen csak föl kell menjük, mint hogy origo.ház.rádió.mecsekszabos természetesen ékezetek nélkül. Még annyit mondanék, hogy még nagyon szereti, hogyha a vendégkönyvébe beírnak. Nem tudom, elhoztad ide is Mérikém, itt van, mutatja Méri, akkor kérném szépen, akinek van kedve hozzá egy mondatba is, valamit írjon be Mérinek, mert ugye ez a művészeket egyszer ösztönzi, sőt, még ő a kritikát is szívesen fogadja, hozzáértő, előrevívő kritikát, amiből tanulhat, nem szégyen elfogadni másoknak a jó indulatú bírálatát, és a biztatás is nagyon jól esik a művészek, hogy így mondjam, szárnyakat ad. Úgyhogy köszönjük szépen, ha beírnak a vendégkönyvbe. Én is nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy itt lehettem, és köszönöm szépen mindenkinek, aki eljött. Komolyan mondom, olyan aranyosak vagytok. Köszönöm szépen Lénárd József pécsi életműdíjas költőnek, hogy elfogadta a meghívásunkat, és versével színesítette a kiállítást. És nagyon szépen köszönöm Bogdán Papirénnek, hogy tartalmasan bemutatta Faragó Gábornét, és természetesen neked, Marika, meg nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elhoztad közénk az alkotásaidat, amit hát csodálhatunk most minimum egy hónapon keresztül. Úgyhogy remélem, hogy sokan fogják látogatni, és sokan írnak majd a vendégkönyvetbe. Ne menjenek messzire! Egy nagyon-nagyon pici kis szünetre elvonulunk, egy néhány percesre, és akkor következik az irodalmi est, a szokásos szintén irodalmi est, ahol, mint mondtam, akár kívánságokat is tudjuk teljesíteni, hogyha SMS számunkra írnak. Többször most írtam, nem ismétlen, mert szerintem a szokásos hallgatók, akik rendszeresen hallgatják az adást, azok már úgy is tudják, hiszen azt is tudom, hogy a Skype-on már ott vannak a hallgatók, a nézők, a költők, az írók, mert közben hallom a háttérből a Skype adásán, hogy rendre jelentkeznek be, tehát szép lassan egy pici szünetre elvonulunk, és utána következik az irodalmi.